Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy kicsit itt töprengtem itt tegnap óta, hogy vajon mennyien lesznek itt a teremben. Ez köszönhető az esőnek, vagy a tápesti koktélozásnak, hogy tudunk-e hasonlóan jót mutatni itt majd ma reggel a nézőknek. Tudom, hogy sokan online követik az eseményeket. Ez egy jó lehetőség. Nekünk még egy jó kihívás ezen az oldalon, hogy hogyan tudjuk a hallgatók, nézők figyelmét lekötni, hiszen a másik teremben egy másik előadás fut ugyanben az időben, és tudunk olyan izgalmasokat mondani az itt lévők számára, hogy benne vagyok a teremben, vagy tudunk-e azoknak izgalmasat mondani, akik most ott vannak a képernyő végén, és nagyon könnyen tudnak átkattintani a másik terembe, szép csendesen tudnak átvonulni. Nyilván az előnye megvan ennek a technikának, hogy vissza lehet nézni, tehát senki nem marad le semmiről, tehát ezek az adásokat utána meg lehet tekinteni, és ami érdekes volt, akár egyik vagy másik, ezt meg lehet azért még egyszer nézni, ha valaki lemaradt volna itt élőadásban. Nagyon nehéz dilemmával kezdtük egyébként itt a szekciónkat, hogy az 5G kapcsán, hogy mit is hozott nekünk itt az 5G. Szinte napra pontosan 2 éve indult el a kereskedelmi szolgáltatás Magyarországon. Ez így elég soknak hangzik így a 2 év, és hogy hol tart ma folyamat, vagy mit látunk ebből, erre szeretnénk egy pár előadásban reflektálni, hogy ki hogyan látja ezt a területet. A kihívás egyébként nem volt számunkra egyszerű, hiszen egyrészt kellene beszélni arról, hogy kinek milyen tapasztalata személyes ott esetben az 5G-s házatokkal, de ugyanígy módon látni kéne, hogy ezek a házatoknél nem csak az emberek számára, hanem gépek kommunikációt is lehetővé teszik. Ha nem tudom, az itt ülők körében gyors felmérést tehetek-e, kinek van 5G-s készüléke? Ki ezeken van? Ó, ezt megmondom, hogy örömmel látom, hogy hallom, hiszen attól féltem, hogy nagyon kevesek lesznek, akik ugye ilyen készülékkel rendelkeznek. Hogyha majd a személyes mények leszünk ilyen, csak valószínűleg őket meg lehet majd szólítani, ők hogy tapasztalják az 5G, mit is jelent egyébként, mennyivel lett jobb. De mutassam be Bodai Tamás, hát kollégámat hadd nevezzek így, Tamás, mert régóta ismerjük egymást, aki a szekciót együtt kezdtük szervezni, és Tamás, én átadnám neked is azért a szót. Nem tudom, hogy... Akkor jöjj, gyere! Szóval jó reggel, szervuszok, még én is mindenkit köszöntök. Mindenkit bátorítanék arra, gyertek közelebb, mert egyrészt úgy jobban látjuk egymást, meg nagyon kicsi a terem, úgyhogy ha hozzám hasonlóan van rövid látó, akkor sokkal egyszerűbb látni azt a táblátot mögöttünk. Mi abban állapodtunk meg a végén, csak ilyen kis ilyen housekeeping dolog, hogy nem mindenki fog kiülni feltétlenül, mert hogy egyébként az arcunkat világítja a projektor, úgyhogy mi is beülünk ide. A lefolytatásáról, vagy magáról az eseményről egy picit. Próbáltunk egy olyan ívet adni ennek az egésznek, hogy István kezdi egy olyan dologgal, amit én szoktam mondani, hogy mégis mit kaptunk a rómaiaktól, ahogy azt ugye a Monty Python mondja eredetleg, tehát hogy miről is szól az 5G, miért jó nekünk, és hogy részben lakossági, részben pedig ugye vállalati közegben tulajdonképpen milyen szolgáltások futatnak ezen. Aztán tenna még éppen érkezik a Vodafone-tól a Pap Dávid kollégánk, aki arról fog beszélni, hogy így nemzetközileg, illetve itthon is milyen projektjeink vannak, amik kifejezetten privát hálózati, 5G privát hálózati megoldásokról szólnak, és aztán pedig a szakma két másik képviselőtől, a Nokiától és az Ericssontól fogunk látni egy-egy előadást így 5G-vel kapcsolatban. Egy picit engedjétek meg, hogy hadd hekkeljem meg ezt a mai eseményt. Másra is emlékezünk, de édesapám holnap lenne 75 éves. Őt Bódai Csabának hívták, és az NMH főigazgatójaként menj nyugdíjba. Úgyhogy volt némi köze ez az iparhoz, úgyhogy én egy kicsit ráemlékezem ilyenkor. Úgyhogy szerintem csapjunk bele a lecsóba. Mi azt szeretnénk, hogy legyen egy kicsi időnk, tehát hogy van másfél óránk erre a szekcióra, egy picit később kezdtünk, és azt szeretnénk, hogy a végén legyen egy ilyen 10-15 percünk, amikor tudunk így kötetlenül beszélgetni, és akkor kérdésekre válaszolni. Úgyhogy akkor István, tiéd a floor is yours.